Molière vígjátékát a kortárs irodalom meghatározó alakja, Per Krisztián és Naszladi Éva 10 évvel ezelőtt dolgozta át úgy, hogy a 21. századi nézőkhöz is közel kerüljön a klasszikus történet. A téma szinte változatlan. A nők szerepe az életben, mennyire lehetnek függetlenek, és az a kérdés is felvetődik, mit pótolhat a karrier a nők életében. Az előadásban számos dal hangzik el, és a mozgás, a tánc is nagy szerepet kap, ahogyan ez Molière korában is volt. A darab rendezője szerint ez nem moderneskedő gesztus, hanem a 18. századi francia szerző egyik fontos jellemzője, a mű újrafordítása pedig magától értetődővé teszi az előadásban az új táncokat, a mai zenéket. Miközben ezek a történetek azért klasszikusak, mert jók, ezeket nyilván nagyon sokfajta módon kell úgy gyúrni, hogy nem tönkretenni, de nyilván adoptálni a mai környezetre. És éppen ezért, hogyha azt várja el valaki, hogy egy az egybe azt szólaljon meg, mint Molière idejében, akkor valami nagyon hamis képet kapnánk arról, hogy mit akart a szerző, hiszen Molière egy kortárs problémáról akart egy kortárs művet írni. Mi, ha ezt így egy-egybe átvesszük, akkor nagyon-nagyon nagy bűnt követünk el a szerző ellen. Az egyik női főszerepet, Henit, Nyomtató Enikő alakítja az előadásban, aki egyetemistaként játszott már Molière darabban. Ez a produkció azonban nagyban különbözik a francia klasszikus szerző ismert komédiáitól. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó választás volt ebben a kontextusban, átírásban a Molière tudós nők, mint választási lehetőség. Fontos megmutatni az embereknek mindkét oldalt mindig szerintem, hogy eldönthessük azt, hogy melyiket válasszuk, vagy egyáltalán lássuk azt, hogy van választási lehetőségünk, és ez az előadás szerintem arról fog szólni, a választási lehetőségről. Nyomtató Enikő mellett a tudós nőket Horváth Réka, Széles Zita és Kuti Patrícia játsszák, a férfi főszerepeket pedig Horváth László Attila, Fellinger Domonkos és Lakatos Máté alakítja.